Hol a pénz, ha van? Kérdezem tehát Varga István közgazdásztól. Jó estét kívánok! Pénz van, méghozzá nem is kevés, csak nem vesz részt a társadalom és a gazdaság működtetésében. Ki vonta ki onnan? Tulajdonképpen az a bankrendszer, amelyiket mi itt most, mint külföldi leánybankokat szoktunk emlegetni, de természetesen a hazaiak is, úgy együtt. Két módon bonták ki. Egyrésztről egyik lapról a másikra megszüntették az állam hitelezését. Van 11 úgynevezett elsődleges forgalmazó, akik kötvényeket vásárolnak szerződéssel garantáltan az államtól, tehát mindig megújítják hiteleket. Ezzel segítik az állam. Ez a feladatuk, mert ők igen, nagy kereskedőként terítik aztán ezeket az államkötvényeket az úgynevezett pénzpiacra, a megtakarítóknak. Nos, ezek együtt egyik napról a másikra megtagadták az állam hitelezését. Ez nem egy piaci művelet volt, ez egy határozottan állíthatom egy terrorművelet ez a egy, nemzetgazdasággal szemben. Ez egy kartel? Kartelben, mert tulajdonképpen ők azok, akik hitelezhetik a kötvényvásárlást, és nem más. Tehát nyilván volt erre okuk, hogyha ezt tették. Okuk tulajdonképpen volt, mert a valuta alappal már előkészületben volt egy hitel, tehát egy összehangolt pénzügyi hadművelet történt Magyarország terhére, nevezetesen a kereskedelmi bankok megszüntették az állam finanszírozását, belépett a valuta alap és az Európai Unió, de mind a kettő végsősorban ugyanezektől veszi föl azt a pénzt, amit nekünk ezen az Európai Központi Bankon, az Unió intézményein, mert a Nemzeti Bankon keresztül eljutott a költségvetéshez. Tehát valójában az történt, hogy a kereskedelmi bankjaink, azok nem csak, hogy megszüntették az állam hitelezését, hanem a pénzüket, nem is annyit, még többet, a Nemzeti Banknál helyeztek el betétbe. Ez azt jelenti, hogy féltik a pénzüket a magyar állam hitelezésétől, ezért inkább most pihen a Nemzeti Banknak valamilyen számláján, és ezt lehet bizonyítani is? Természetesen lehet bizonyítani, hiszen a tények, az adatok, azok bárki számára elérhetőek. Lényegében az történt, hogy amióta arról beszélünk, hogy válság van, azóta úgy 4300 milliárd forintról 8300 milliárd forint növekedett a Nemzeti Banknál lévő betétállomány. Most tudnunk kell, hogy a Nemzeti Banki kamatterheket azt a költségvetés köteles megtéríteni. Tehát a költségvetés kétszeres kamatot fizet most, a Nemzeti Banknak megtéríti a betétek után, és az uniótól, illetőleg a valutalaptól fölvett hitelek kamatát is kénytelen fizetni. Ahelyett, hogy csak egy állampapír kamatát fizetni. Úgy van, pontosan. És ráadásul, miután ők tagadták meg a hitelezést, ezek után pánik hangulatot keltettek, és a pánikra hatására fölemelte a Nemzeti Bank az alapkamatot 3% ponttal, tehát nem csak kétszeres, hanem még sokkal nagyobb jövedelmet szivattyúznak ma ki az országban. Ugye ez a 3%-os emelés, ez még október közepi történet volt. Akkor, és előtte volt az ország hitelezésének a leállítása. Igen, de miért tették valóban a kereskedelmi bankok ezt, hogyha ezt tették, és miért nem tette a kormány, hogy egyszer elmondta volna ugyanezt, hisz ez olybá hat nekem, aki nem vagyok közgazdász, hogy hát látjátok, hogy milyenek velünk, de mi erről nem tehetünk, és a foglyai vagyunk ennek a kereskedelmi banki kartelnek. Tulajdonképpen a pénzügyminisztérium már régóta nem pénzügyminisztériumként viselkedik, hanem költségvetési minisztériumként. Tehát mindig azon sír, hogy ezért meg azért nincs pénzem, ezért meg azért kell ilyen kötelezettségekkel megtakarítanom, ezért el kell venni az emberektől. Valójában soha nem kerül szóba a monetáris kapcsolatában történő események tömege, mert ott folyik el a nemzet vagyona és a nemzet folyójövedelme, sőt az adósságon keresztül a jövője. Erre mondan egy példát, vagy az előzőek példázták pont ezt? Hát az előző is példázta, de természetesen sokkal több példa van erre. Hiszen ha belegondolunk, hogy egy pénzügyminiszter, éppen azt a mostani híradások foglalkoznak vele, nagyon büszke arra, hogy bizonyos mutatót betartottunk. Na most, igen. Ugye? Na de hát miért foglalkozunk mi egy tizedpontos mutatóval a GDP arányában, hogy mekkora hiány? Hogy eurónk legyen, mert annak van több feltétele is. Tulajdonképpen, aki ma az euró övezetben van, az mind azt keresi, hogy hogyan tud abból kiemelkedni, vagy kilépni. Tehát szó sincs már arról a konvergenciáról, ami miatt mi éveken keresztül sanyargattuk a nemzeten. Hát pedig azt halljuk, hogyha most eurónk volna, mint a szlovákoknak, nem érne minket ilyen árfolyamingadozás, meg leértékelés, jó lenne oda tartozni. Bocsánat, minket nem azért ér árfolyamingadozás, mert forintunk van, hanem azért, mert Soros György,
hangját elküldi Magyarországra, és manipulálja az OTP árfolyamát, manipulálja a forint árfolyamát, és ezáltal a szegény embert még szegényebbé teszi, adott esetben még a otthonából is kihajtja. De most befizet 500 millió forint büntetést. Bakfics, már bocsánat. Az, ami Magyarországon az árfolyammal történik, az néhány, egy kezen meg tudom számolni, hány játékos összhangban előadott műsora a terhünkre. De ez azt jelenti, hogy mondjuk Sorosnak ön szerint benfentes információi vannak valahonnan? Nem kell benfentes információ. Nem kell benfentes információ. Gyakorlatilag azok a nagy tőkealapok, úgynevezett hedge fundok, amelyek ma meghatározzák a világ pénzügyi folyamatait, azok Magyarországon minden korlátozás nélkül meghatározzák a létünket. És a pénzügyminisztérium sohasem foglalkozik ezekkel a hatásmechanizmusokkal, hanem mindig válságot emleget, hogy ott a válság nem más, mint a pénzvisszatartásból eredő hatás. Tehát nem a válság miatt nincs pénzünk, hanem azért, mert a pénz vonják ki, azért van válság az országban. Ha már Varga úr szóba hozta Veres Jánost, magam is műsor legelején próbáltam arra valamilyen feloldást keresni, hogy ha egyrészt elértünk az elmúlt év végén az egyik kritériumot, tehát 3% alá került a költségvetési hiány, ugyanakkor már nem tudja megmondani a pénzügyminiszter sem, hogy mennyivel esik vissza a gazdasági ütem Magyarországon, tehát egész biztosan nem tudjuk tartani ezt a bizonyos szintet. Akkor itt érdemes-e erről beszélni, hisz akkor még nem is hoztuk szóba a költségvetésnek, meg az államnak az eladósodottságát, amelyik bőven a 60% fölött van, most 73, de lesz még 80 is, azt mondják. Ugye szóval például az eladósodottság egy olyan mutató, amit szoktunk emlegetni ezen kritériumok között. Na de hát éppen az európai központi országok, Németország, Franciaország, stb. Ezek mind hatalmas adósságot vállaltak a saját bankjaik úgynevezett megmentésére, és ezeket a mutatókat bőven túllépték, és senki sem kiabált miatta, ja Istenem, most rosszak a mutatók. Hiszen a monetáris rendszer javára hoztak nagy eladósodást a polgárok terhére. Ezért kell ott kevésbé megszorítani, mert hogy vállalnak költségvetési túllépés, most a Nagy-Britanniában 17%. Pontosan. Tehát mi magyarok valahol, valamilyen nem megfogható magatartással folyamatosan éltanulók akarunk lenni bizonyos követelmények, amire mások csak legyintenek. Tehát ez az egyik ilyen nagyon fontos. De van egy másik nagyon fontos elem. Nevezetesen, hogy ugye Magyarországon a pénzügyi mutatószámok, most azokat mondom, amelyek a tényleges adósságállományt és a különböző pénzfolyamokat jellemzi, azok nagyságrendekkel nagyobbak terhünkre, mint amennyit a költségvetés megtakarításaival oda be lehetne pótolni. Tehát amikor elveszünk a családi pótlékból, elveszünk mondjuk a távfűtés támogatásból, ezek jelentéktelen összegek ahhoz. Gondoljuk meg, például a múlt év negyedében, az utolsó negyedében 2000 milliárd forinttal nőtt az államháztartás adósságállománya. Most, hogy egy évben összekapjuk mindenünket, akkor csak pár száz milliárddal tudjuk javítani, de negyed év alatt 2000 milliárddal nőtt. Tehát miközben az adósságok exponenciálisan nő, addig jelentéktelen dolgokkal babrálunk az embereknek a terhére. Köszönjük szépen, meg kell emészteni.